Úr Jézus, te szent vagy, valóban hatalmas szent Isten. Neked adunk minden hálát, dicséretet, fölmagasztalást és áldást. Megköszönjük, Urunk, hogy te fönt vagy a mennyben, és vársz minket is oda magadhoz, és nem szabad, hogy nyugtalankodjon féljen a mi szívünk, hanem te benned bízunk, te benned reménykedünk, és várjuk, Uram, hogy te hamarosan eljössz a felőkig, és fölemelsz minket magadhoz a te dicsőségedbe. Köszönjük a te drága véredet, Úr Jézus! Kérjük a te véreddel, hincs meg az egész gyülekezetet, minden egyes testvérünket, kérjük a te véred oltalmát Székesfehérvárra, erre az egész városra, és köszönjük, hogy ez egy királyi város, de nem csak a régi királyok miatt, hanem te vagy a királyok királya, uraknak az ura, és ti erre az egész Székesfehérvár is, a názáreti Jézus Krisztusé, mert az úrja föld és annak teljessége és kiáltunk hozzád, Uram, hozd a Te országodat, szemmel láthatólag is dicsőségesen, hogy meglássuk a Te országodat szemünkkel is, de addig is a szívünkkel, hittel követünk Téged a Jézus nevében. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Nagy tapsot adjunk az Úr Jézusnak. Ő méltó minden hálára, dicséretre, fölmagasztalásra és áldásra. Halleluja! kérlek, hogy fordulj a szomszédodhoz, és mondjad neki, jó, hogy te a jobbik részt választottad a mai napon is. Az Úr töltse be minden szükségedet, dicsőségesen az ő gazdagsága szerint. Ámen. Foglaljatok helyet. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nagyon nagy öröm számomra, itt letek, Székesfehérváron. Nagyon kedves város ez számomra. Tudjátok, hogy itt voltam katona, itt is voltam katona annak idején, és, és nagyon nagy áldás volt, hogy látom, hogy Isten két gyülekezetet is adott itt, két hídgyülekezetet is a városba, és Isten munkája növekedik, erősödik, fejlődik, és az Úr bátorítani akar benneteket a mai napon is, hogy tegyétek az ön munkáját, mert hamar vissza fog jönni, és szeretné az Úr, hogyha nem arra nézni, ami körülvesz téged, nem is arra, amit érzel sokszor, hanem arra kell nézni, amit hiszel. Mert amikor az ember arra néz, amit érez, akkor, akkor megijed, akkor kétségbe esik, hogy énekeltük is a dalban, meg amiről a Péter is beszélt, hogy hittel emelt fel a szemeidet, és hittel indulj el a vizen. Mert igazából a háborgó tengeren elindulni bátorság kell de azok tudnak elindulni, akik a mester hangját hallják. És ezért van olyan, amikor nem látjuk úgy a megváltónkat, mert a vihar, a hullám eltakarja előlünk, de amikor halljuk a hangját, akkor mégis kimerünk lépni abból a süllyedő csónakból, és merünk menni Jézus felé, és, és Jézus pedig szeretettel vár minket. De akkor tudunk mindig előre haladni, ha folyamatosan Jézus Krisztusra nézünk. Mert Péterrel is mi történt, amikor a nagy szélre nézett, a nagy hullámokra nézett, akkor egyből elkezdett süllyedni, de kiáltott, hogy tarts meg, uram. És akkor Jézus azt nem azt mondta, legyen ott a te hitet szerint, hanem azt mondta, hogy megfogta a kezét, és kiemelte a hullámok közül, és, és belementek együtt a csónakba, és utána egyből annál a földnél voltak, ahova mentek, egyből célba értek, és elállt a vihar is. Ez egy profítai jel is arra nézve, hogy a utolsó időben, mielőtt Jézussal találkozunk személyesen, mert ugye Jézus ottan a hegyről nézte a tanítványokat, hogy vesződtek az evezéssel. Néha Jézus egy kicsit így megnézünk messziről, hogy hogy vesződünk az evezéssel. Mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, és akkor, ha viharba kerülünk, vagy nehézségbe, akkor teszünk-e további erőfeszítést, eredeti célunk felé haladjunk. Vagy-vagy eldobjuk az evezőt, azt várjuk, hogy elsüllyedjünk. Tehát az úr azt akarja, hogy tegyél erőfeszítést akkor is, hogyha nehezen tudsz szélel szembe haladni, és, és gyakran pont azon a problémán keresztül jön Jézus, amiben azt hiszed, hogy elsüllyedsz. És, és az emberek nem szeretik a nehéz időszakokat, de azokban születnek a hősök, azokban születnek a hitnek a bajnokai, és azokban edződik meg a hited, mint az arany, amelyet megolvaszt az, ezű, az ötvös, az nem szereti, hogyha megolvasszák, mert elveszti a formáját, az alakját. De utána egy sokkal szebb formába öntik, és egy még értékesebb ékszer lesz belőle. És a hitünk megpróbáltatása kitartást szerez. És amikor átmegyünk próbatételeken, akkor hűségesnek kell lenni Istenhez, az igéhez, a gyülekezetünkhöz és az elhívásunkhoz és az utolsó időben nagyon sokan nem tudják ezt megtartani, hanem amikor úgy érzik, hogy veszélybe vannak, akkor menekülni akarnak abból a helyzetből, föladják. De Isten nem a meghátrálás embereit áldja meg, hanem a hitnek az embereit, akik hűségesen kitartanak, és harcolnak a hitnek a harcát, megharcolják. És nézzétek meg, amikor Jézus odament a háborgó tengeren keresztül, akkor is kísértetnek vélték a tanítványok, és megijedtek. Nem volt elég bajuk még a viharral, és még jönnek a kísértetek is. És van úgy, hogy csak a szemünkkel nézünk, akkor Jézust is kísértetnek látjuk. És, és van úgy, hogy, hogy amikor ilyen viharos, nehéz időszak van, amikor minden háború körülöttünk, Covid volt, most háború van a szomszédba, gazdasági válság rázza a világot, újabb járványok, újabb problémák jönnek, és amikor minden olyan viharos, minden olyan ingatag, és minden olyan átláthatatlan, akkor van, hogy az ember elveszti a látását. És akkor nem, úgy, nem tudsz úgy tájékozódni, mint régen. Egy tiszta, szélcsöndes tengeren könnyebb tájékozódni, mint egy viharos háborgó tengeren. Ilyenkor meg kell, hogy tudjad hallani a szíveddel mindig a mester hangját. Mint hogy Péter is, amikor meglátta Jézust, egyből félt, hogy ez kísértet. De amikor mondta Jézus: "Bízatok én vagyok, ne féljetek. Az örök vagyok", szólt hozzájuk. Nem a voltam, nem a leszek, hanem a vagyok. Az Isten mindig ott van veled. Ott van a vagyok. És ha te hiszel a vagyokban, akkor téged meg fog segíteni. És akkor mondta Péter, ha te vagy tényleg, a te vagyok, te vagy a vagyok, akkor mondta, hogy hozzád menjek. És mondta Pé Jézus, gyere! És mi nem gondolkodtam, hogy van egy tréfás kedvű kísértet, mondja, hogy gyere, az közben meghalott közben. De meghallotta a mester hangját, ő Jézus, a megváltó, az Úr, a király. Nem egy tréfás kedvű kísértet, hanem ez maga a megváltó. És van olyan, amikor nem ismered föl a látásra, vagy tapintásra a mestert, mert, mert messzebb van, csak a hangját ismered föl. És, és, és amikor szól, akkor a szívedben megérted, hogy ő itt van, ebben a problémás helyzetben, ebben a háborgó, süllyedő hajóban, ott van tőled nem messze, és mondja, hogy gyere. És ilyenkor ki kell lépned még a kis minimális biztonságot adok is hajócskádból, élethelyzetedből, és arra a háborgó rá kell lépjél, és menned kell a mester felé. Úgyhogy csak rá nézel. És amíg Péter a Jézusa nézett, addig fönnmaradt a háborgó tenger tetején, de amikor elgondolkodott, hogy egy még előbb félt a csónakba, és most meg itt mászkál a háborgó tengeren, és mekkorák a hullámok, akkor egyből elkezdett süllyedni. De volt annyi lélek jelenléte, hogy azt mondta, hogy Uram, tarts meg! És egyből Jézus kiemelte a hullámból, és bementek együtt a hajóba, és mindjárt célba értek. És egy profétai kép is arra nézve, hogy a utolsó időben Jézus a mennyből néz minket, hogy hogy vesződünk az evezéssel. Hogy küzdjük le a covidos problémákat, a gazdasági problémákat, a háborúnak a veszélyeit, a családi vagy egészségügyi problémákat, vagy a gyülekezetbe levő problémákat, hogyan győzzük le hogyan tartunk mégis ki hűségesen, és akkor egyszer csak odasétál hozzánk pont azon a probléma tengeren keresztül, amit ő félt, hogy el fog süllyedni. És milyen jó, hogy Jézus oda jött. És akkor te neki a baj, hogy kísértet, kísértet, csak Jézus akar megmenteni. És akkor halld meg az ő hangját, amikor szól hozzád, és merjél menni csak ránézve és felé haladva, és akkor meg fogsz menekülni, és, és Jézus nem azt mondta, na, ez a csónak már úgyis széthullott majdnem. Gyere Péter, neked volt hited, a többiek hadd pusztuljanak, azok nem jöttek. Hanem együtt visszament a Péterrel a csónakba, és a többi félős betyárt is megmentette. A többi, aki nem mert kilépni a csónakból, mert még a hangját se ismerték fel a mestének, és nem volt bátorságuk, hogy oda menjenek. De Jézus nem azt mondta, ne ezek, had, hadd hújon a férgese, nem. Hanem visszament együtt Péterrel a csónakba. Ő nem elhagyta a süllyedő hajót, hanem visszament a süllyedő hajóba. És a süllyedőhajó hajó partot ért, és már nem süllyedt, hanem célba ért. És az Úr azt akarja, hogy mi is ott maradjunk mindig azokban az élethelyzetekben, amikben még a megpróbáltatás is ér minket, ne meneküljünk. És mielőtt még a igét felolvasom, egy, egy másik ige jutott eszembe az egymózes 26-ból a Izsáknak a története, de ezt csak elmondom, nem kell odalapozni, hogy lett éjség az első éjség után, amely Ábrám idejében volt, és Izsák úgy döntött, hogy elmegy Egyiptomba. De szólt hozzá az úr, hogy ne menjél Egyiptomba, hanem maradj itt ezen a földön, mert megesküdtem a te apukádnak, Ábrahámnak, hogy megáldom őt, és az ő magját is megáldom. És szövetségre léptem vele és akkor Izsák nem ment el mégse, hanem ott maradt azon a földön, amit, a, ahol az Úr mondta, hogy legyen, és vetett azon a földön, és lett neki abban az, év, az évben száz anyja. És igen, elébb jutott a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett, és utána már irigykedtek rá a filisztausok is, és el, azt mondták, hogy kössünk szövetséget, mert igen nagyjá lettél. És, és mi ennek a tanulsága? Hogy a Isten vezette Ábrámot az ígéret földjére. És az, az teljes mézzel folyó föld. És mit olvasunk ott az első versszakban, az 1 Mozes 26-ban, hogy, hogy lett éjség azon a földön már másodszor. Tehát amikor a Kánán földjére viszi az Isten az a gyermekeit, ott is mindig, nem mindig van teljes mézzel folyó időszak, hanem vannak nehezebb időszakok is. De általában egy teljes mézzel folyó föld. De időnként mivel az ördög nem alszik, szokták mondani, és tényleg nem alszik, e világ Isten az ördög, az hoz létre olyan, olyan ellentmondásos időszakokat, hogy még a áldott helyek is úgy tűnnek, mint a pusztaságok lennének. És akkor az ember elgondolkodik, hogy jó helyen van-e, vagy nem. De ha ott marad szava Isten helyezett, akkor az jóvá fog válni újból. És nem az érzéseinkre kell figyelni, hanem a küldetésünkre és az, hogy Isten hova helyezett minket. És ha Isten oda helyezett a Kánán földjére, és ott, ott éppen már másodszor van éjség, az első éjség után, akkor nem arra kell nézni, hogy a külső körülmények nem ideálisak, és akkor innen húzzuk a csíkot gyorsan, mert máshol meg ideálisabbak, és akkor oda megyünk. Isten nem ezt nézi, hanem hogyha téged hova helyezett, ott hűségesen kitartasz -e. Ott megállod-e a helyedet ott hitet gyakorolsz -e? vagy pedig elmenekülsz. Sokan vannak így, hogy gondolják, hogy jobb a megéletés Németországba, vagy Franciaországba, vagy Angliába, vagy Amerikába, és sok elmennek, nem vetek meg senkit miatt, de ott meg gyökértelenné válik, mert itt vannak a családtagjai, ebbe a kultúrába született bele, és van, akinél az úr vezetés, hogy elmenjen, de legtöbb esetben egy menekülés. És hiába többet keres, utána több pénzt költ a ott létre, és szinte alig marad valami, amit hazahoz vagy hazaküld, és közben a családja rámegy erre a nagy pénzkeresési akcióra. És nem egy, nem kettő család így ment szét, hogy, hogy ilyen skype-os apukák lettek, mert skype-os anyukák interneten tartották a kapcsolatot. De interneten nem tud boldogá tenni a feleségedet, meg a gyerekeidet se. Ezért ezért sokkal jobb a szűkös falat békességgel, mint a kövér falat háborúsággal. Oda kell figyelni. Most meg már Franciaországból költöznek ide vissza, ide Magyarországra az ottaniak, mert ott már olyan zavargásokat csinálnak a migránsok, meg a muzulmán vallásnak a követői, muzulmán emberek, iszlám vallás követői, hogy, hogy nem tudnak normálisan a saját hazájukba élni és jönnek inkább oda, ahol a keresztény értékek még valamennyire még, még, fönt vannak tartva. Még a férfi férfi, a nő nő, a család férfiből és nőből áll, és, és ez, ez, megnyugtatja őket. És az egész világ kezd a feje tetejére állni. És nekünk ott kell lenni, ahol Isten helyez minket. És nézzétek meg, Izsák is vetett azon a földön, tehát nem menekült el mégse, hanem ott maradt, és lett neki százannyi abba az évbe. Tehát amikor te azon a helyen vagy, ahol Isten helyeztéged, és még akkor is ott vagy, ha már másodszor van éjség, már másodszor van nehezebb időszak, akkor is látja az úr a hűségedet, látja az úr a hitedet, és igen-igen meg fog áldani, és elébb-elébb mész a gyarapodásban. De van olyan, amikor csak a természetes szintre néz az ember, mint a tanítványok a hullámokra, meg a háborgó tengerre, akkor... Megijednek, amikor jön maga Jézus hozzájuk. Azt hiszik, hogy kísértet. És nem szabad félni a nehéz időszakoktól se, mert azokon keresztül Isten még jobban megállt. Milyen nagy öröm, amikor egy kisgyerek születik a világra, de nincs születés, vér, könny és fájdalom nélkül. De betiltanák a szülést, mert fájdalommal jár, kihalna az emberiség. És hogyha az és hogyha az nem emlékszik a kindra, amikor megszülte a gyermekét. Most egy új világ fog születni. Az ördög létre akar hozni egy antikrisztusi birodalmat, Isten pedig elhozza az országát Jézus Krisztusban szemmel láthatólag is. Ez a két világ ütközik egymással. És ennek a keresztüzében éljük a földi életünket. És van olyan, amikor, amikor harcos napok vannak, amikor küzdelmes napok vannak, de meg kell tanulni a küzdelemben is kitartónak lenni és a fájdalmat vagy nehézséget élsz át, akkor is meg kell tanulni hűségesnek lenni és kitartónak. És jobb az, erősebb az a férfi, aki uralkodik a maga lelkén, mint aki egy egész várost elfoglal. Tehát az önuralmat megtartani sokszor nehezebb, mint egy egész várost elfoglalni. Mert az embernek a legnagyobb harca önmagával van. A bennünk levő indulatokat, keserűségeket, problémákat tudjuk a legnehezebben legyőzni. De Jézus ott van bennünk, Szent Szellem is ott van bennünk, és segít, hogy ezeken túl tudjunk menni. És a szofóniás könyvész lapozó, nem a szinfóniás, szofóniás, ez a aggaus és a habokuk között van beékelődve, és nem mindössze csak három fejezetből áll, nem olyan könnyű megtalálni, de a tartalom jegyzékben megtalálod. Tehát a, a a Szofóniás 3-hoz, a lapozod a Bibliádat, a 14-es verszaktól olvasom Isten igéjét, buzdításul. Énekelj, Sionnak leánya, harsog Izrael, örvend és teljes szívvel vigad Jeruzsálem leánya. Megváltoztatta az Ura te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Ura te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, ki közüled valók, gyalázat terhe van rajtuk. Íme én elbánok mindent a nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, összeszedem a szétszórtakat, híresekké, nevesekké teszem őket az ő gyalázatjuknak egész földén. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké, híresekké teszlek titeket a föld minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt, azt mondja az Úr. Ámen! Tehát látjátok, Istennek jó terve van felőletek. És nem csak az Ószövetség Izraelnek szól, hanem a mai is Isten népének is szól ez az üzenet. És nézzétek, hogy bátorítja az Úr, hogy énekel Sionnak leánya, harsog Izrael, teljes szívvel vigad Jeruzsálem leánya. Tehát ne csak úgy félig örvendezzé, ne csak úgy kicsit legyél lelkes az Úrért, hanem nagyon legyél lelkes az Úrért. Nagyon örvendezzél az Úrban. Nagyon legyél tüzes az Úrért. Mert az Úr is nagyon lelkes tefeléd. Az Úr is nagyon vágyja a veled való közösséget. És nézzétek meg, hogy, hogy, hogy az ünnep, a 18-as verszak, az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, ki közüled valók, gyalázat terhe van rajtuk. Van olyan, amikor összejössz ünnepelni, az urat dicsőíteni, de nem tudsz felszabadulni érzelmileg, mert gyalázat terhe van rajtad. És van így, amikor sok negatívat mondanak Isten népéről, a Covid alatt sok vallási szakértő támadt, és sok, sok hozzá nem értő szakértő, aki mondja, hogy így a gyülekezet, úgy a gyülekezet, meg mindenféle rosszakat mondanak, és hogy ezeket nézed, akkor rád jön a gyalázatnak a terhe. És amikor összejössz a gyülekezetbe, hogy az urat dicséred, akkor azok a rágalmak, szidalmak ütnek az eszedbe, és gondolkozol, mit kereseltem még itt tulajdonképpen. És nem az úrra figyelsz, hogy az úr mit tett, érted. És egy gyülekezet sem tökéletes, de mindegyik Krisztusnak a teste. És a gyülekezet a végén tökéletes lesz, mert a gyülekezet az tökéletes szeplőtelen szűz lesz, mire az Úr Jézus visszajön értünk. És nem egy ilyen darabolt mennyasszonyért fog visszajönni, hogy a kisújja egyik helyen, a másik újja harmadik helyen, és akkor egy ilyen darabolt mennyasszony zacskóba, hanem egy, egy tökéletes szeplőtelen szűzért fog visszajönni, aki egyben van és tökéletesen szép és adásul még sömörközés sincs rajta, még egy apró miteszer sincs rajta. Teljesen tökéletes. És nem abból kell kiindulni, hogy most még vannak rajta még súlyos szépséghibák, az végén az el fog tűnni mind róla. És nézzétek meg, hogy amikor összegyűlik Istennek a népe, van a gyalázat, terhe van Istennek a népén, mert a szellemi konfliktus miatt is az ördög meg egyfolytában rágalmaz, vádol, bemocskol, beti, bepiszkít, hogy magadat ne, hogy jól érezed, magadat ne, hogy hitben lássad, meg a testvéredet se, meg a gyülekezetedet se. De az Úr azt mondja, hogy ne ezekre figyeljél, mert az Úr el fog bánni a nyomorgatóddal, azokkal a gonosz szellemekkel, a gonosz sátáni erőségekkel, Jézabel szellemével, az Antikrisztus szellemével, és azokkal a gonosz erősségekkel, amik itt a Fehérvár fölött is trónolnak, de már nem sokáig, mert Jézus nevére meghajol mindent térd, Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és mindennel vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És az Úr el fog bánni ezekkel a szellemi nyomorgatókkal, és az Úr összeszedi a sántát, összeszedi a szétszortakat, tehát nem azt mondja, hogyha megsántulta, akkor pusztulj, hanem összeszedi a Sántát, összeszedi a szétszortakat is és híressé, nevesé teszi őket a gyalázatjuknak egész földjén. Tehát megváltoztatja az Úr az ítéletet. És itt a 15. versszakban mondja, hogy megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya közötted van az Úr, nem látsz többé gonoszt. És ez nem úgy van, hogy elfordította ellenségedet, hanem az eredeti, vagy elhárította hogy az úr oda ment te közéd, meg az ellenséget közé. Külött rád egy gonosz tüzes nyilat az ellenség, és Jézus meg odállt te eléd, hogy őt találja el az a gonosz tüzes és ne téged. Az a károsztatás, vádlás őt érje, és ne téged. Ezért nincsen én már semmi károsztatásuk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak. Ki bent? Krisztus Jézusban. De ha te önmagadban vagy, vagy öreganyádba, vagy nagyapádba, vagy a familiális szellembe, akkor jöred a károsztatás, de hogyha Krisztus Jézusban vagy, de bele vagy, Krisztus felöltözted, Krisztus meg felöltözött téged. Egymást magatokra öltöztétek. Krisztus felöltöztette, Krisztus meg téged. Ahogy te itt Jézushoz hasonlóan élsz, Jézus meg téged megval fönt a mennyben. És amikor ön a gonosz nyila az ördögnek, akkor elhárítja az urasztanyilat. a nyilat. Nem tud téged elérni, mert Jézus téri helyetted. Jézusnak meg ma nem tud ártani, ő ma legyőzte az ördögöt. Legyőzte a kárhoztatót, a vádlót, a gonoszt, és nem látsz többé gonoszt, mert az Úr ott van te közötted és a gonosz között, ezért az úra nézel szüntelen, mert ő benne vagy. És hogyha kibújsz a Jézusból, akkor van, hogy el tud az ellenség nyilat találni. De hogyha benne vagy Jézusba, akkor soha nem tud eltalálni. És ezért fontos, hogy a gyülekezetben is benne legyél. Mert a gyülekezet Jézusnak a teste. Ne úgy legyél, hogy kilóksz a gyülekezetből, kilóksz Krisztus testéből. A gyülekezet az, az alapkő maga, a szegletkő Jézus Krisztus, az apostolok az alapkövek, és így épülünk szellemi házzá a Krisztusban. És az Istenek sokkal nehezebb dolga van velünk, mint nekünk a kőműve, mint egy köművesnek a házat építeni. Mert a köművesnek oda viszik a téglát, az beépíti, ahova akarja. És a kő nem szalad el. De mi sajnos nem ilyenek vagyunk. Ugye a Szentélek által építettünk Jézus a Szegletkő, apostolok, és az Úr, mint élő követ be akar tenni egy helyre, egy, egy falba, egy gyülekezetbe. De mondja ez a kő, azt mondja nekem, ez nem tetszik, én máshova akarok menni. Hát akkor most te akaratod legyen meg, vagy az Istené? Hát az Istené, mert a mennyben ő tudja, hogy mi a te pályád, és, és hova kell, hogy tartozzál. Na most az, mert egy háznak jó helye az egyik oldal is, meg a másik is. Csak éppen a terv szerint neked hol van a helyed, az a kérdés. És a Szentilek azt akarja, hogy a Szentilek által építessél, és a Szentilek által vezettessél. Nem azért, mert megsértődsz valakire, és akkor elmész egy másik helyre, hanem az nem a szentlek vezetése, hanem az ördögnek a károsztatása, vádlása, és egy menekülés. Soha nem szabad úgy helyet változtatni menekülésből, hanem mindig a szentlek vezetéséből kell. És ez nagyon fontos. És nézzétek, károsztatás, vádlás közepette is, az Úrra kell figyelni, az Úr erős, megtart. És figyeled, örül te rajtad örömmel örömmel hallgat az ő szerelmében. Énekléssel örvendez neked. Tehát amikor összegyűlünk itt dicsérni az urat, akkor nehogy ne, itt közömbösen karbatett kézet, csak úgy szolidan csordogáljon ki a dicséret a szádból, vagy hogy néha halleluja, halleluja, fölsuhajtasz, hanem, hanem az urat, az uratnél vegyet például az úr, hallgat téged az ő szerelmében, és erős, megtart. És az úr énekléssel örvendez neked. Most képzél egy menyasszony meg egy vőlegényt, hogy a vőlegény odáig van a mennyasszonyért, örül neki, táncol, hallgatja a szerelmében. Menyasszony meg. Hát akkor az az őlegénynek el fogja venni a kedvét. Ezért örüljé Te is a vőlegényednek. Örüljé Te is Jézus Krisztusnak. És az úr is itt van veletek, amikor dicsíritek az Urat. Ő is hallgat az ő szerelmében, hogy te hogy énekelsz neki, és, és, és ő is énekel neked, meg együtt dicséri veled az atyát. És az úr a szerelmében hallgat, énekléssel örvendezik. És leveszi, rulod a terhet, és aztán kezelésbe veszi a nyomorgatót. Elbánik a nyomorgatóval. És összeszedi a sántákat, a szétszortakat, és ahonnan ők elmenekültek, ott híressé nevessé teszi őket. És ezért jegyezd meg, hogy mindig a legnagyobb csoda ott történik, a legnagyobb bajok közepette mégis kitartanak hűségesen az emberek. Egy betegnek a legnagyobb csodája akkor történik, amikor az orvosok is lemondanak róla, de ő mégis hisz, hogy Jézus viszont meggyógyul. Ilyenkor az interneten tanulmányozat, hogy hogy fogsz kimulni, hanem a Bibliából tanulmányoz, hogy fogsz meggyógyulni. Van, akinek kicsit megfájdul a feje, már az interneten, az internet diagnosztiát meg is nézi a, a állapotáról, hogy mások ilyenkor mi szokott lenni, ezt már el is kell gyűjteni a temetésére, mert nem sok ma van neki bizonyára vissza. Tehát ne ez alapján gondolkodjon, ne az internetet tanulmányos, hanem a Bibliát. És a Bibliában benne van a te meggyógyultál a Jézus Krisztus sebeiben. Ez a teleleted. És a tünetnek miért az a neve vagy tünet? Mert eltűnik. A magyar nyelv csodálatos nyelv. Azért tűnhet, mert eltűnik. A Jézus sebeiben meggyógyulsz, és eltűnik a betegség. Eltűnik a daganat, eltűnik a fájdalom, eltűnik az a szörnyűség, ami kínos téged. De akkor fog eltűnni, ha te Jézusra nézel, és nem pedig az interneten a hullámokat tanulmányozod, meg a vihart, hogy másokkal mi szokott lenni ilyenkor. Nem érdekel másokkal, mi szokott lenni. Az érdekel, hogy velem mi lesz. Én meggyógyultam a Jézus sebeiben. Lehet, hogy a többi az belehal ebbe, én meg meggyógyulok ebből. Mert én hiszek Jézus Krisztusban. És az Úr elbánik az én nyomorgatommal. Lehet, hogy pont egy betegséget a te nyomorgatod. Lehet, hogy egy családi De az Úr elbánik a te nyomorgatóddal. De az hogy kell hozzáállnod neked Jézushoz? Hallgatod az Urat szerelmében, dicséred az Urat, szent közösségbe vagy az Úrral, és ugyanígy gazdaságilag is. Hogyha most emiatt a háborús helyzet miatt megnezered az anyagi boldogulási lehetőséged, akkor ne azon gondolkodj, hogy hogy fogsz tönkre menni, hanem azon gondolkodj, hogy az Úr milyen új formába fog megáldani, milyen új utat fog neked mutatni, és te meggazdagodtál Jézusnak a szegénység által. Dicsőség az Úrnak. Ez múlt időben már megtörtént, hogy meggazdagodtál Jézusnak a szegénysége által. De Józsi testvér, üres a hűtő, csak a világítás jön ki belőle, aki kinyitjuk. Az már elég bajabb, csak a világítás a hűtőből jön, bölöd is kell jön a világítás. A szemedből ragyogni kell a hitnek, és, és kell gyakorolod a hitedet, hogy, hogy, hogy te megtelik a te hűtőd. Sőt, úgy megtelik még a kamrád is, hogy ki kell hordani már az előzőt, hogy az újat bebírjad hordani. Már lejárt a szabatossága azoknak, akkor gyors oda kell adni a szegényeknek, még mielőtt lejár a szabatossága, hogy a új áldásokat be tudjad vinni a réginek a helyére. Tehát az úr így meg akar áldani testvérem. És ezért akár a szegénység nyomorgat, akár a anyagi probléma, akár családi problémák, akár akár egészségügyi, vagy akár lelki, egyszerűen az Úr elbánik a te nyomorgatóddal. Te nem egy nyomorgatott ember leszel, hanem egy szeretet megváltott ember. És ezért az úr, az, az maradjál az úrban, és akkor az ellenségnek a támadása az Urat fogja érni, nem téged. A sokszor az a baj, hogy mi kimozdulunk az úr, úrból, és belekerülünk a familiális szellembe, a saját énünkbe, a régi énünkbe és ott már utól tud érni az ellenségnek a tüzes nyila. De ha benne maradunk Jézusba, akkor akármi történik, az egész világ széthullik körülötted, akkor is meg fogsz maradni. Elesnek möled ezren, jobbot felől tízezren, hozzád nem is közelít, mert az Úr megtartéged, mert az ígére helyezed az életedet. És amikor az Úr miatt összejövünk ünnepelni, akkor ne bánkodjál, vesd le magadra a gyalázatnak a terhét, hanem örvendezzél az Úrban. Adja hálát az Úrnak, dicsőítsd az Urat. És a dicséret alatt is menj be az Úrnak a jelenlétébe, és az Úr pedig elbánik ez alatt a nyomorgatóddal, és megerősít. És abban az időben összeszedi az Úr a szétszortakat, meggyógyítja a betegeket, síresi nevesé teszi őket, azon a nehéz földön, ahol voltak eddig, és megfordítja a fogságot a szemed előtt. És amiben fogságban voltál, abból kijössz, és áldásba leszel. Mint hogy Pál és Sílás is be volt zárva a tömlőcbe, megostorozták őket, de marra figyeltek, hogy jaj, de fáj, mind igazságtalan dolog történt. A Szentélek szólt hozzád, Pál, hogy ne Ázsia felé menjél, hanem, hanem Európa felé. Kétszer is szólt, utána még álmot is láttál, valamit félrenéztél, itt vagyunk a tömlőzbe. Hát milyen vezetésed volt neked? Nem, egy, nem, így beszélgettek. Dicsőség az Úrnak, tömlőzbe vagyunk. Dicsőség az Úrnak, összevertek minket. Dicsőség az Úrnak, nem itt fogunk megrohadni. Elkezdték dicsőíteni az Urat. És mi történt? Megnyíltak a tömlőcajtók és a foglyok mind kijöttek a tömlőcből, és még a tömlőztartó is megtért Jézushoz egész háza népével együtt. És utána pedig a város vezetői úgy kísérték ki a párt, és a bocsánatot kértek, hogy milyen igazságtalanok voltak vele. És a tömlőztartó is megtért Jézushoz. De miért? Mert a pál és a sírlás a nehéz helyzetbe nem egymást hibáztatta, hogy figyeltéte az úrra, milyen vezetés volt ez, hogy kiűzted a démont abból a mondó lányból, most jó kiszúrtál velünk, pedig csak jót mondott. Azt mondta ezek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Semmi hazugság nem volt benne. Minek kellett ből azt a démont? Azért kellett kiűzni, mert senki nem tért meg ezután. És gonosz szellem által mondott jót. És akkor inkább jobb, hogy kiűztük belőle. De hát hova jutottunk? A tömlőcbe, összeverve, megnyomorítva. De hát ott is dicsérték az urat, és mi lett? Megrázkodtak a tömlőc fundamentumai. És kijöttek a foglyok, és meg a börtönőr is megtért. Jegyezd meg ebből a tanúságot. Akármilyen szörnyű élethelyzetben is vagy, az abból ki tudsz jönni, amikor dicséred az urat, és az ura nézel. És nem keseredsz meg a próbatételek közepette sem, hanem az Ura görítet a terhedet, az Ura görítet a családot terhét, a vállalkozásod terhét, a gyülekezet terhét, és te dicséred az Urat, és meg fog rendülni az a hely, és a szent Élek ki fog áradni, és meg fog változni minden. Ez ugyanolyan, mint a vihar is meg fog csendesedni, és egyből célba fogunk érni. Ez az kell, hogy kitartó legyél, a legnagyobb vihar, a legnagyobb próbatétel közepette is hűséges legyél. És ne úgy legyél, hogy mint a Titanicba is, amikor már süllyedt a hajó, akkor sokan ezek a hajósok közül menekültek elfelé, mert, mert látták, hogy itt nagy baj lesz, hanem bízni kell az Úrban, hogy az Úr meg fog tartani, és, és te életbe fogsz maradni. És a kenet le fogja törni az igákat, és az Úr meg fogja fordítani ezt az élethelyzetet a szemed előtt, tehát szemed előtt fog megfordulni ez az élethelyzet. Ezért soha ne add föl a hitedet, soha ne add föl a bizalmadat Istenben. Azért mondja azt az iga, hogy ne dobjátok el a bizalmatokat, mert annak nagy jutalma van, mert még valami kevés idő, csak eljövendő eljö eljöv, és nem késik, az igaz pedig hitből él, aki pedig meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. De nem vagyunk a meghátrálás ember, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Dicsőség az Úrnak. Tehát az Úrban kell bízni, és a nehéz életkörülmények közepette is, ne dobd el a bizalmadat. A bizalom egy nagyon értékes kincs, és a bizalom és a hit ugyanaz a szó a Héberben is, meg a Görögben is. Tehát amikor a bizalmadat eldobod, akkor a hitedet is eldobtad. Ezért a bizalmadat azt meg kell őrizni. És Istenben bízok, nem félek. Ember mit ártat nekem? Istenben kell bízni akkor is, hogyha a körülmények azt mutatják, hogy ez bizony nem kifizetődő, ez bizony nem működik. Akkor is működik, ha úgy néz hogy nem működik. Mert igazából azután fog kiderülni, hogy mégis működik, amikor ma úgy tűnik, hogy mindennek vége, és mégis bízol, akkor az úr megszabadít téged. De hogyha abba a bizalmat, akkor nem fog tudni megszabadítani. És ezért van, hogy egymás fele is meg kell előgezni a bizalmat. Meg Isten, Isten felé nem kell megelőlegezni, mert ő benne bármikor bízhatunk, mert ő mindig megtartja az ígéretét. De van, hogy már emberekbe annyit csalódtál, hogy már Istenben sem mersz bízni. Ezért fontos, hogy az Istenben viszont mindig bízzál. Az emberek azok sajnos olyanok, hogy néha tesznek róla, hogy ne tudják bízni bennük, de mégis, amikor szövetséges viszonyban vagy például a házastársaddal, sokat csalódtál benne, akkor mégiscsak meg kell tanulnod bízni benne. Mert mert, mert pokol lesz az élet, ha nem tudsz benne bízni, akivel össze vagy kötve. Gondolj bele, hogy egy kötelékbe vagytok, és nem tudtok egymásba bízni. Már a huszadik sorban levő testvérbe nem tudsz bízni, az még hagyjám, de akivel együtt élsz, és abban nem tudsz bízni. Mindig azokban a legnehezebb bízni, akik a legközelebb vannak hozzád. Tudod miért? Mert azokat ismered a legjobban. És hát ugye. Nem vagyunk egy matyóhímzések, hímzések, hogy mit ne mondjak. Mi okozunk csalódást egymásnak. De ilyenkor kell elszenvedvén egymás szeretetben megőrizni a békességnek a kötelékét, a hűséggel és a hosszú tűréssel. És akkor mégis a szövetség mellett kitartani, és a szövetség mellett letenni az életünket. Mert lehet, hogy már az az, hogy nem olyan karcsú, mint amíg még nem szültem meg a négy gyereket neked, de attól még ő a feleséged nem cseréted le egy fiatalabbra. Ugyanúgy a férjed is. Lehet, hogy ma akkor a hasa, mint egy négy hónapos terhes asszonynak, de attól még az a férjed. Igaz, hogy kevesebb sört kéne neki adni innen, akkor kisebb lenne a hasa, többet kéne kergetni az udvaron, akkor karcsúbb lenne, de az biztos, hogy nem a külső alapján kell megítélni egymást, hanem a szövetséghez hűségesnek kell lenni. És Isten mindig hűséges a szövetségéhez. Mindig hűséges. És, és ez egy fantasztikus dolog, hogy ilyen hűséges Istenünk van. És most egy másik témára szeretnék rátérni, ez volt a bevezető, de úgy hiszem, hogy fontos volt, hogy elmondjam nektek, hogy a gyülekezetet akarja az úr, hogy növekedjen. De a gyülekezet nem úgy fog növekedni, hogy, hogy magától, mint ahogy a vállalkozásod sem úgy növekszik, hogy egyszer csak növekszik, hanem munkát fektetsz bele, energiát fektetsz bele. A kisgyerek sem csak úgy növekszik, megszüli az anya, ott hagyja a kórházba, de egyszer csak fölcseperedik, hanem hazaviszi, tisztába teszi, gondozza, eteti, itatja, táplálja, és akkor így fog föl növekedni. Az egyházat is kell táplálni, az egyház is táplál minket, de nekünk is le kell tennünk az életünket Jézusért és az evangéliumért. És kell tudni áldozatot hozni a gyülekezetünkért, az egyházunkért. Mert nem, nem egy ilyen fogyasztói mentalitásra kell ráállni, mint a mai modern ember, hogy mindenből csak a, azt akarja kivenni, ami neki jó. De azzal nem foglalkozik, hogy ő mit tudna tenni a másikért, hogy neki jó legyen a másiknak. Igazából ez a fontos, hogy megtanuld a másikat szeretni. Például mondod, hogy te szereted a halat. És akkor ezért eszel finom halakat. Igazából te nem a halat szereted, hanem magadat. Mert ízlik neked a hal, ezért megeszed. Ha szeretnéd a halat, hagynád úszni. Te magadat szereted, ezért a halat megeszed. Ugyanúgy, vagy mondhatnám azt a kis, jó kis csirkesültet, vagy grillcsirkét, szeretem a grillcsirkét, te magadat szereted. A grillcsirkét meg megeszed, azért mert ízlik. És ezzel semmi baj nincs, nem vagyok én vegetáriánus, én is megeszem a halat is, meg a csirkét is, tehát nem azért mondom, hogy ne edd meg, de mit mond az ige? Szeres fel a barátodat, mint önmagadat. A feleségedet még annál is jobban kell szeretni, mint Krisztus az egyházat. Igazából, hogyha magadat szereted, az jó, mert akkor tudod a másikat is szeretni. És amikor a másikat szereted, akkor önmagadat is szereted benne. Igazából ez a fontos, hogy tudjál a másikért élni. És ne csak arra figyeljél, hogy te neked mi a jó, hanem a másikat is hozd előnyös helyzetbe a másiknak is csináljál olyat, hogy neki jó legyen. És Jézus pedig úgy szerette az egyház, hogy az életét adod azért, nekünk így kell szeretne a feleségünket. A fele barátod csak annyira, mint magadat. A feleségedet annál jobban, úgy, mint Jézus az egyházat. És ezt tudjátok, mit jelent? Hogy még meghalni is kész vagy érte. Minden áldozatot megteszel az asszonyért. Azért, mert ő a legfontosabb neked. Mi magadnál is fontosabb. A felebarát csak annyira szeres, mint magadat, az is már nagy dolog. De tudjátok, ott abban, hogy magunkat se szeretjük eléggé, ezért nem tudjuk a felebarátjainkat se szeretni. Mert magunkat is leírjuk, magunkra is csúnyákat mondunk, ha nem olyan tökéletes már a külsőnk, már megjegyzéseket teszünk önmagunkra, vagy nem olyan, nem olyan jó már az egészségállapot, akkor negatívakat mondunk magunkról, és ha nem tudjuk magunkat se úgy szeretni, mint kéne, ezért másokat sem tudunk úgy szeretni, mint kéne. És, és a gyülekezetben is arra figyelünk, hogy mi a nekünk jó, és nem arra figyelünk, hogy mi a másiknak a jó. És tudjátok, a szeretetnek az a fő tulajdonsága, hogy mindig adni akar, és nem kapni. És hogy mondja, ez igen jobb adni, mint kapni. Jegyezz meg, a szeretetet lehet adni is, meg kapni is. De egy valamit nem lehet kikényszeríteni, azt nem lehet. Vagy adod... Vagy kapod. De kikényszeríteni nem lehet. Ezért a legfontosabb az, hogy te adjál szeretetet. És amikor adsz szeretetet, akkor kapni is fogsz. És én, mint régi boxoló tudom, jobb adni, mint kapni. És ez ugyanígy van a szeretettel is. Jobb adni, mint kapni. Mert amikor adsz, akkor az, 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 az olyan, mint egy mag, sokszorosat fog teremni neked. Amikor kapsz, az is jól lesik de nagyobb áldásod lesz akkor, amikor te adsz. Halleluja! Na, mondtam, amelyik igéhez lapozzunk. Róma 1.15-höz lapozzatok, és ezért fontos, hogy például azt az örömhírt, azt a szeretetet, amit te kaptál Istentől, azt továbbadjad másoknak. Nem magadba tartsd meg, én már tudom az igazságot, én már megismertem Jézust, én már meggyógyultam az ősebeiben, én már betöltekeztem szentélekkel, már megkaptam az áldásomat, és akkor elrejtem magamba az áldásokat, hanem ad tovább másoknak. A szeretetnek mindig folynia kell. Jegyezd meg a szeretet, ha nem megy át adásba, akkor elapad. Mert Isten annak ad, akinek van. Akinek nincs, még az is elvejtetik tőle, ami gondolja, hogy van. Amit van és tovább adod, még többed lesz. De nem adod tovább, eláll a forrás. És a szeretet maga Isten. Istennek van tulajdonsága, hogy jó, hogy mindenható, hogy örökké való, de van egy szó, ami magát Istent jeleníti meg, a szeretet. Isten maga a szeretet. És amikor te cselekszel önzetlenül a mások érdekében, akkor a szeretet folyik rajtad keresztül másokra. És van az agapé szeretet, a fileó szeretet, meg az érosz szeretet. És az agapé szeretet az isteni szeretet, a phileo az emberbaráti, az érosz az meg a szexuális jellegű. De a legmagasabb rendű az az agapé szeretet. Ez csak azokban van, akikben már Jézus ott lakik. Tehát ha még benned nem lakik Jézus, akkor ma be kell, hogy hívjad a szívedbe, hogy ott legyen benned az agapé szeretet. Phileo szeretet, az is van az emberekbe, meg, meg érosz is, az majdnem mindenkibe van, de... De az agapé az csak az Istentől be van. És nézzétek meg a Róma 1.15, mondja Pál, azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek mert az Isten igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva, igaz ember pedig hitből él. Ámen. Tehát látjátok, mit mond Pál, hogy ami rajtam áll, és te neked is, ami te rajtad áll. Tehát mindannyiunknak saját magunkhoz képest el kell döntenünk, hogy ma az evangéliumot készek legyünk hirdetni. Bejelentsük az embereknek a győzelmi hírt, hogy Jézus hamarosan visszajön. Nem csak azért kell elmondani, hogy megtérjen, és itt a Földön jobb legyen neki, hanem hogy bebiztosítsa magát az eljövendő királyságra. Mert Jézus királysága szemmel láthatólag is el fog jönni. Politikai, gazdasági, katonai, kulturális és minden értelemben el fog jönni Jézus országa. És mi már most ennek a polgárai vagyunk, most ennek a nagykövetei vagyunk, és már most tudatni kell az emberekkel, hogy a Jézus Krisztus országa vissza fog jönni a Földre, és nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Ez egy kulcs dolog, ne szégyeld magad a keresztény hited miatt. Hát nézd meg, ezek a melegek, transvestiták, gender üzemmódúak, ezek, ezek nem szégyellik a, az ő gondolkodásukat, az ő vélekedésüket. Kimennek az utcára, kivetköznek magukból szó szerint, és mindenki előtt bemutatják, hogy ők milyen bátran vállalják a saját degenerált gondolkodásukat és életmódjukat. Pont az utána levő rész erről szól, hogy hogyan lettek ilyenek ki az emberek, hogy, hogy, hogy nem adtak Istennek hálát, nem dicsőítették Istent, okoskodásaikban hiábalóká lettek, és a nők is elváltoztatták a természetrendjét, a férfiak is, és, és teljesen kivetkőztek magból az emberek. De ezek nem szégyellik az ő életmódjukat, akkor a keresztények miért szégyellik az ő életmódjukat? Pedig annak a vége a pokol, ennek a vége pedig a menny. Ez megszabadítja az embereket, az meg gúzsba köti. Ezért fontos, hogy mi ne szégyeljük a hitünket, és ne csak a Pride-on vonuljanak föl ezek az emberek, akik, akik így gondolkodnak, ahogy a Biblia szerint nem kéne gondolkodniuk. Mert mindenki úgy gondolkodik, hogy akar, de a gyümölcséről lehet a fát fölismerni. Abból nem fog szaporodni az ember, hogy két férfi vagy két nő összeáll, hanem az Isten teremtette Ádámot és Évát, és nem Ádámot és Bélát. És férfivá és nővé teremtette Isten az embert. És nekünk föl kell vállalni a normalitást, föl kell vállalni a keresztény gondolkodást, és föl kell vállalnunk Istennek a beszédét, és az az Istennek a beszéde, hogy Jézus Krisztus minden emberét kifizette a váltságdíjat a kereszten. És mi nem csak a Jézus nem szabad, hogy szégyel, ne szégyeljük, hanem nem szégyelem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak és görögnek, tehát minden embernek. Tehát nem csak a Jézus nem szabad szégyelni, hanem az evangéliumot se szabad szégyelni. Az evangéliumot se szabad szégyelni, hanem teljes bátran föl kell vállalni, hogy Jézus az Isten fia a mennyből jött le, meghalt az emberekért, kifizette a váltságdíjat, lement a pokolba is, most fönt van a mennyben, és vissza fog jönni erre a földre. És amikor visszajön, akkor nem azt fogja nézni, hogy mennyi van a bankszámládon, nem azt fogja nézni, hogy összeszedted a gazd a kertbe, hanem azt fogja nézni, hogy talál-e hitet a szívedben. Azt fogja nézni Jézus. talál le imádkozó embereket? Talál-e istenfélőket? talál le őt váró embereket? Ezt fogja nézni Jézus. És, és olyanokat, akik hirdetik az örömhírt. Ezért ne szégyelt se a Jézust, se az evangéliumot, mert ez Istennek a hatalma van ebbe, és Isten igazsága van benne, és ez hitből hitbe jelentetik ki. Tehát nem úgy, hogy kiteszünk egy plakátot, hogy Jézus él, hanem hogy szóljuk az embereknek. Én hiszek, ezért szólok. Hiszem, hogy Jézus az Isten fia, ezért mondom neked is, hogy Jézus az Isten fia. Jézus az ember fia is, és Jézus kifizette érted a váltságdíjat. És ezt szólni kell hitből hitbe, szívből szívbe. És az igaz ember hitből él. Tehát nem bérből és fizetésből, hanem hitből. És ha megvan a hited, akkor meg lesz a béred is, meg a fizetésed is, meg a jutalmad is akkor meg lesz az egészséged is, a gyógyulásod is, meg a szabadulásod is. Először Isten országát kell keresed, és az igazságát, többi meg oda lesz adva neked readásként. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! A Máté 24-hez, hogyha lapozod a Bibliádat, itt Jézus beszél az utolsó időkről. És itt a Máté 24-nek a 12. versszakától olvasom Isten igéjét sőt, még egy kicsit előbbtől is, a Máté 24, 6. Hallanatok, ez Jézus mondja ezt, hallanatok kell majd háborúkról, s háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek és lesznek éjségek és dökhalálok, és földindulások minden felé. Mindez pedig sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, és gyületesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, kik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangélium a hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És a 15. verszakban azt olvassuk, mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utalatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. A tovább nem is olvasnám de ez a 15. verszak, amit most a végén felolvastam, ez a pusztító utalatosság, ez az Antikrisztus, aki bent ül a szent helyen, azaz a templom egyen fölépített zsidó templomban be fog ülni egy olyan világvezető, aki Istenként akar imádtatni magát. De azt megelőzőleg zajlanak le ezek az események, amiket ezelőtt most végig felolvastunk. És most ebben az időben élünk. Abban az időben, amikor hallunk háborúkról és háborúk híreiről. És miért van ez kétszer egymás után leírva egy fejezeten belül, és egy verszakon belül, hogy háborúkról hallotok, és háborúk híreiről? Miért mondja ezt Jézus? Mert ha már hallasz a háborúról, akkor a híréről is hallasz. Azért, mert különbség van a háborúba meg az arról szóló hírekbe. Annyi hazugság és dezinformáció jön ki az Ukrán orosz háborúról is, hogy az emberek ma se tudják, hogy mi, hogy van. Tehát nem reális a tájékoztatás. És, és ezért vannak, akik vagy a Putyin pártján vannak, vagy a Zelenskinek a pártján vannak, ukránoknak, vagy az oroszoknak a pártján. És lehet látni az emberek ilyen megosztottak, mint a Covidnál is. Oltáspártiak, oltás ellenesek. És az emberek egymás ellen fordulnak. És az ördögnek ez egy célja, hogy hazug hírekkel egymás ellen uszítsa az embereket. Hogy megosztások jönnek létre a családokba, férj és feleség, apa és fia között, munkavállaló és munkadó között, mindenki a más, egymány, egyik a másikával háborúságba legyen, és egyez meg, hogy a legbiztosabb hír az a Bibliában van, amit igaz információt hallhatsz amit amúgy a interneten olvasol, szinte ellenőrzött információt nem is nagyon lehet hallani. Hol ilyen hír, hol olyan hír, össze-vissza mennek a dolgok. De azt mondja itt Jézus, amikor hallotok háborúkról, és háborúk híről, meg ne rémüljetek. Tehát nagyon fontos, hogy ne rémüljél meg. Ne engedd be a szívedbe a bénító félelmet se attól ne félj, hogy, hogy mi lesz most a gazdasággal, se attól, hogy nagy no, áterjen ide is a háború, de ezek, ez még itt nem a vég. Ez még csak a szülési fájdalom kezdete. Mondod, hogy mi lesz akkor a többi. Arról nem is beszélek, hogy ma nyugodtan bírjál aludni. De azt mondja itt az ige, hogy ez még itt nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen támad, ország ország ellen lesz éjség, döghalál, földindulás, járvány, ez pedig a sok nyomorúság kezdete. Ez még csak a bevezető szakasz. És, 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 mi a jó hír ebbe? Az, hogy mire a szülési fájdalom toló része, a tolófájás jön, addigra Jézus innen kiemeli az egyházat. Mint, ahogy, mint ahogy kivették a, a, amerikai katonákat Kabulból, Afganisztán fővárosából, amikor kivonult a Amerikai hadsereg, meg a nemzetközi szervezetek is kivitték a saját katonáikat, mire, mi, mi, amikor elmentek. Ugyanígy Jézus meg fog jelenni a felhőkig, és hop, ki fog emelni minket innen a földről. El fog innen minket vinni föl a mennybe. Mi nekünk egy mennyegző lesz fönt a mennybe, itt a földön meg az antikrisztusi birodalom utolsó három és fél vagy hét éve, ami szörnyű lesz. De ezért jobban ha már most megtérsz Jézushoz, hogy azt föntről kelljen nézned, és négy kelljen elszenvedned. És legyél benne Jézus fölszabadító hadseregébe, mert nem a Moszkvából jön a főszabadító hadsereg, nem is Washingtonból, meg nem is Brüsszelből, hanem a mennyből fog jönni a felszabadító hadsereg. Együtt velünk Jézus Krisztussal. Dicsőség az Úrnak. Tehát itt azt olvassuk, hogy amikor halljuk ezeket a háborús híreket, járványhíreket, földrengéseket, vulkánkitöréseket, akkor ettől nem szabad, hogy megrémüljünk, hanem tudjuk, hogy ez az a utolsó időknek az eseményei, amik a szemünk láttára történnek meg. Aztán lesz keresztény üldözés is, és lesz olyan, hogy megbotránkoznak egymásra. Tehát ez, amit az előbb olvastam, ez a világba zajlik. Amit most mondok, ez a gyülekezetbe zajlik, az egyházba. Sokan megbotránkoznak azaz csapdába esnek, kiakadnak egymásra. Kiakadnak vagy a szolgálókra, vagy egy másik testvérre. Először megbotránkozik, az azt jelenti, hogy csapdába esik. Utána elárulja egymást, utána gyűlöli, utána meg hamis proféta lesz, aki sokakat elhitet. Lehet látni ezt a lejtőt több hívőnek az életében, valamint megsértődött a gyülekezetbe, beakadt nála valami, nem tudta feldolgozni. Lehet, hogy igaza is volt neki abba, de mivel a keserűség gyökere felnövekedett benne, elszakította őt a kegyelemtől. És utána, utána megbotránkozott, utána el is árulja a testvérét, kiszolgáltatja másoknak a róla való személyes bizalmas információkat. Utána meg is gyűlöli, utána pedig hamis proféta is lesz belőle, mert utána azt a gyülekezetet elkezdi szidni, rágalmazni, onnan kijött, és elkezd ideológiát gyártani arról, hogy miért nem az Úrtól van az egész gyülekezet, miért nem az Úrtól van az egész Krisztus teste, ahogy most van, és, és én már beszélgettem ilyenekkel, hogy hogy most, most ilyen atomizált egyházba gondolkodnak mindenki, csak max házi csoport a legnagyobb összejövetel, ami részt lehet venni, de ilyen nagy gyülekezeti összejövetel, ez már nem az Úrtól van, pedig az Úrtól van, hanem majd amikor itt lesz az Antikrisztus, és betiltja a keresztény egyházakat, na akkor lesz az az időszak, amikor atomizálva lesznek a keresztény közösségek, de ebbe már csak a bolondszüzek fognak itt maradni. Az okosokat el fogja vinni az Úr a mennybe. Ezért te legyél okos szűz, és legyél a helyeden Krisztus testében, és ne esd bele ebbe a csapdába, hogy megbotránkozol, kiakadsz, gyűlölsz, elárulsz és hamis profétaságban, meg még úgyse menjé bele. Nézd meg a 12. is verszak. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Itt a törvénytelenség, az anómia szó szerepel. Amikor a törvénytelenség megsokasodik, akkor a szeretet sokakban meghidegül. És itt a szeretet szó alatt az agapé szerepel. Tehát az isteni szeretet meghidegül az emberekben. Amikor a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, és a törvénytelenség nyugaton már nagyon erősödik. Hát most például Franciaországban a, a, a Miss Francia női szépségversenyen nem indulatnak tetováltak, nem indulatnak 170 cm-nél alacsonyabbak, de transvesziták, azok indulhatnak. Olyan férfi, aki nő lett közbe, az indulhat. De 168 cent is az nem indulhat, aki eredetileg is nő. És nem indulhat, aki van egy tetoválás. De a transzfeszite az indulhat. Most gondoljátok bele, hogy mit szólnak majd a nők. Vagy például Amerikában ott van a sportversenyen, például egy, egy a férfi, aki nőnek gondolja magát, megnyerte az úszóversenyt. A nők között. De hála az úrnak, hogy a Florida kormányzója hozott egy rendeletet, hogy hogy, hogy ezt nem fogadja el ezt az eredményt, mert, mert a nők között nem lehet egy férfit elfogadni, aki eredetileg férfi, csak nőnek gondolja magát. Így akkor a női sportnak vége lesz, mert valamelyik férfi, aki a férfiak között nem elég er jó teljesítményt nem tud nyújtani, kimondja ki maga, hogy ő nő igazából. Csak akkor a nők között, mindjárt az összeset lehagyja. És akkor nagy bajnok lesz belőle. De hát ez, ez egész világ a fejtetejére áll. És amikor a törvénytelenség megsokasodik, na ilyenkor a szeretet sokakban meghidegül. Amikor a világ a fejeteteire áll, és a normalitás eltűnik az emberi kapcsolatokból, és nyomorúságot szereznek törvény színe alatt, akkor adjunk hálát Istennek a Magyarországon még normális kormány van, normális férfi és nő között van a házasság, adjunk hálát Istennek, hogy, hogy, hogy a alkotmányban ez rögzítve van, hogy a házasság férfi és nő között az apa férfi, az anya nő, ez, pedig ez, norm, ez egy természetes dolog, ezt már rögzíteni kell alapokmányba, mert, mert, mert különben csak így tud védelem alatt maradni a család intézménye. Tehát látjátok, a törvénytelenség megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De nem szabad, hogy bennünk meghidegüljön a szeretet, hanem kell, hogy a szeretet fölbuzduljon bennünk. És aki mindvégig állatatos marad, az üdvözül. Az eredetibe, aki mindent kibír, az üdvözül. Tehát döntsd el, te mindent ki fogsz bírni. Döntsd el, hogy te átmész a nehézségeken, a próbákon, a, a, a nehézségeken, és mindent kibírsz, és üdvözülsz, megmenekülsz. És figyeled, Isten országának ez az evangélium, a hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. És utána a következő verszak, hogy a pusztít utalatosság, amikor ott lesz a szent helyen. Tehát még a között, az időszak között, amikor háborúk, háborúk hírei, földrengések, járványok és törvénytelenség elterjedése, gyülekezeten belüli árulások és szakadások és egyebek, és a között, hogy a Antikrisztus beül a, a szentébe, Eközött, az időszak között valami történik. Mindent kibír az igazi egyház, és ezt az evangéliumot fogja hirdetni. Isten országának ezt az evangéliumát. Tehát miközben történnek ezek a szörnyűségek a szemünk láttára, nekünk nem passzívan, befelé fordulva kell nézni, hogy hullik szét a világ körülöttünk elemeire, hanem akkor mentsünk magakit meg lehet menteni ami rajtunk áll, hirdessük az evangéliumot az embereknek. És ne egymással legyünk elfoglalva, egymás tökéletlenségével, egymás hibáival, hanem azok, azokat a szeretettel el lehet fedezni, és túl lehet menni azokon. És vált, válnak vetve, mentsük meg az embereket. Hozzuk ki őket a sötétség hatalmából. Mentsük meg őket Jézus Krisztus számára, mert Isten országának ezt az evangéliumát kell hirdetni a föld végső határáig, és akkor fog eljönni a Názáreti Jézus Krisztus. És a jelenések 12 hogy hogyha lapozod a Bibliádat, innen egy rövid részt szeretnék nektek megmutatni, hogy az ördög már nagyon ideges, mert látszik, tudja, hogy már kevés van neki vissza. És addig is, amíg még vissza van neki, az alatt minél több embernek akar kárt okozni. A jelenések 12. És a hetedik verszaktól, ez, ez, ez a szemünk láttára fog megtörténni nem sokára, ez a jelenet a második égben és a mennyben játszódik, amit most felolvasok. Jelenések 12. hetediktől. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkányjal, sárkány is viaskodik és az ő angyalai. De nem vettek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben és vetteték a nagy sárkányom a régi kígyó, ki neveztetik ördögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vetteték a földre, és az ő angyala is ő vele levettetének. S hallik nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, az ő bizonságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Amen. Tehát ez a viaskodás zajlik most is az égben. Mihály és az angyalai, és a sárkány, a sátán és az angyalai harcolnak egymás ellen. Ezt nem látjuk a szemünkkel, de fönt, ott zajlik az igazi csillagok háborúja, és befolyásolni tudjuk a földről imákkal, mint Dániel is az imájával tudta ezt befolyásolni. És azt olvasjuk, hogy ez a nagy sárkány, ez az ördög, ez levettetik a földre és az angyala is levetetnek a földre. Igazából három emeletet zúrna sátán. Először a mennyből levetetett a második égre. Most ott van a második égbe. Utána a második égből levettetik a földre, utána pedig a földre levettetik a pokolba, a tüzes mélységbe, majd le fog vetetni a messiási királyság alatt. Tehát ez lesz a háromszinte zónása az ördögnek. Először a mennyből a második égbe, most ott van, aztán a második égből a Föld bolygóra, aztán a Földről pedig a Föld mélyére, a, a pokolba. És, és most abban az időszakban vagyunk, amikor most a második égből lesz majd levetve. És ezért is még minél több kárt akar itt okozni a Földön. És mi hogyan tudjuk legyőzni az ördögöt? A bárány véréért, a bizonsájtételünk beszédéért, és az Istenek odaszánt életünkkel, amely mindhalálig oda van szánva. Jézus követésére. Nem egy fogyasztói mentalitással, hogy állj meg engem, Istenem, egy házastársal, meg egy társas házzal, egy új autóval, és egy szép telekkel a Balaton partján, lehetőleg vízpartival, nyaralóval együtt. Tehát az Isten meg akart éged áldani ezekkel is, de itt most egy kicsit többről van szó. Az egész emberiség megy a pokol felé, és a te van az, hogy megmentsed a környezetedbe levőket. Nem csak az evangélistáknak kell hirdetni az evangéliumot, hanem mindenkinek, aki Jézusban győztes akar lenni, az ördögöt úgy tudod legyőzni, ha bárány véréért. Ez az első. Ott van az életedben a bárány vére. Ott van. Akkor te már kijöttél Egyiptomodból. A bárány vére ott kell legyen rajt. De ott van-e a rokonod életén, ott van-e a nagybátyád életén, ott van-e a munkástársa, munkatársaid életén ott van -e a szomszédodnak a életén. Ott van-e a bárányvére azoknak az életén, akik körülötted vannak. Mert ha nincs ott a bárányvére, akkor semmi esélyük, hogy megmeneküljenek. Először a bárány vérét föl kell kenni. De nem hogyan kellett annak idején, mindenkinek a bárányt le kellett vágni, és a vérbe belemártani az izsópot, és rá az ajtó félre. Te nem, tudtad, nem tudod rákenni a szomszédod ajtó felére azt a bárányvérét. vérét. Neki kell rákenni a saját házára a bárányvérét. vérét. Neki kell a saját hitét megvalani a Jézusban, és akkor fogja a vérőt elválasztani a pusztítótól, a sátántól. És ez, ez ugyanígy kell történjen a mi életünkben is. Nekünk kell az evangéliumot hirdetni, hogy higgyenek a bárány vérében. A mi húsvéti bárányunk Jézus Krisztus. Megáldoztatott mindannyiunkért Jézus Krisztus. És ezt kell nekünk hirdetni az embereknek. A bárányvére az első, utána a tétel beszéde. A bárányvére úgy fog rákerülni annak az életére, hogy te bizonságot teszel neki Jézusról, elkezd Jézusba, és a bárányvérét rákenni ő is az ajtófélfájára. Utána ő is bizonságot tesz Jézusról. Oda Istennek az életét. Nem magának él, hanem Jézusért és az evangéliumért. Így lehet legyőzni az ördögöt. És gondolj bele, akik már ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy nagyon nehéz időszak lesz, nagy nyomorúságnak nevezett időszak második, három és fél éves korszaka, akkor olyan katasztrófák történnek, ami kozmikus jellegűek, az egész földbolygónak a, a nagy része el fog pusztulni benne. E, ezt én már szeretném föntről nézni. És szeretnék minél több embernek lehetőséget adni, hogy ezt az időszakot ne itt a földön élje meg, hanem Jézus kiemelje őt. És ezért van itt leírva, hogyan tudod legyőzni az ördögöt a bárány véréért, bizonságtevő életmódoddal, odaszánt életeddel. És azt mondja, hogy örüljetek egek, kik lakoztok azokban. Tehát az, a mennyei lakosok azok örülnek, mert az ördög le lesz vetve a második égből is. De a földön lakosok, azoknak jaj, a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, ti hozzátok, nagy saraggal, teljes, úgy mondják, aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát úgy képzeld el, hogy ez a terrorista, ez az ördög, ez a sátán, ez le fog jönni a második égből a földre, mert le lesz vetve, és utána azok az emberek, akik nem, nem ragadtatnak el a mennybe, mert nem hisznek még Jézusban, azok itt maradnak ezzel a gonosz sátánnal és a gonosz angyelival együtt a földbolygón. Most képzeld bele, hogy a meg nem tért rokonait szeretnéd, hogy itt legyenek abba az időbe? Szeretnéd, hogy ők itt maradjanak abba az időbe? Vagy bármelyik ember társad? Akkor adok egy jó tanácsot. Kezdj el Jézusról beszélni nekik. Mert ha nem beszélsz nekik Jézus Krisztusról, akkor nem tudnak hinni. Ha nem tudnak hinni, akkor esélyük nem lesz, hogy ezt az időszakot kikerüljék. Egy esélye van az emberiségnek, ha Jézusról meghallja az örömhírt. Egy esélye van, ha Jézusban elkezd hinni, mint megváltóban Isten fiában, akkor kikerülhetik ezt a szörnyű időszakot, ami az ördögnek a földön való lakozása ideje alatt fog történni. De ez egy rövid idő lesz, de erről az időről azt mondja a Biblia, ha nem rövidíteni meg Isten azokat a napokat, akkor egy lélek sem tudna megmenekülni. Olyan szörnyű időszak lesz ez. Na most, ha már ezt te fölfogtad, akkor a keresztény írgalom fakadjon föl a szívedbe, a keresztény szeretet fakadjon fel a bensődbe, és hajolj le azokhoz az elveszettekhez, akik ott fekszenek az útszélén megsebesülve. Töltsed a bort és az olajat a sebeikbe, és vidd őket a vendégfogadó házba, a gyülekezetbe, hogy megszabaduljanak az emberek, hogy helyreálljanak, hogy bűnbocsánatot nyerjenek, és örök életet. És befejezésül a János Evangéliumnak a negyedik részéhez lapozzátok a bibliátokat, itt néhány mondatot szeretnék csak befejezésül. János 4, 35. Ezt Jézus mondja a szamarai asszonynak. János 4, 35. Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap is eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek föl szeméteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra. Aki arat jutalmat nyer, örök életre gyümölcsöt gyűjt, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Mert ebben az a mondás igaz, más a vető, más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és te a mások munkájába állottatok. Abból a városból pedig sokan hittek benne a szamaritánusok közül, annak az asszonynak beszédéért, aki bizonságot tett, hogy mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Amint azért oda mentek hozzá a szamaritánusok, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. És sokkal többen hittek a maga beszédéért. És azt mondják az asszonynak, nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Ámen! Tehát fölemelt fejjel éjed az életedet, ne csüggeszted fejjel, mert ezért mondja Jézus, hogy, hogy emeljétek föl a te fejeteket, mert mondom nektek, hogy eljön az aratás és Emeljétek fel a szemeteket, és vegyétek észre, már fejérek a mezők az aratásra. Embereknek a szíve megérett rá, hogy döntsenek Jézus mellett. Csak szólni kell nekik az örömhírt. Tudatni kell velük az Isten országának a győzelmi hírét. És az emberek szíve meg van készítve két év Covid után, több hónapja tartó háborús konfliktus után, és egyéb más nehézségek után sok ember szíve megtöredezett lett. És ezekbe a töredezésekbe a Szentélek be tudja vinni az evangéliumnak az öröm hírét. És tud világosságot fakasztani a szívükbe. És hogyha részt veszel ebbe az aratásba, akkor jutalmat fogsz nyerni. És örök életre gyümölcsöt gyűjtesz. A földi életben egyre nehezebb kincset gyűjteni. Viszont a mennyre egyre könnyebb gyümölcsöt gyűjteni, mert az embereket Jézushoz kell vezetni. És ez az Úrnak az aratása, ide küld minket az Úr. És, és ha sokan hittek a szamaritánusok közül kiért, az asszony beszédéért, mert az asszony elhívta őket oda a sivatagba, a Jákob kutyához, minek nem a sivatagba kell hívni az embereket, csak ide a körös útra, ide a gyülekezetbe. Tehát itt egy szép, jó helyre hívjuk az embereket de annak az asszonynak a beszédért mentek oda az emberek. De vajon neked van-e beszéded? Most azon kívül, amit otthon panaszkodsz. Van-e olyan beszéded, amikor embereknek Jézusról beszélsz? De, és hívod őket ide a gyülekezetbe. Mert ha ezt megteszed, akkor te is részt veszel az aratásba. Te is utalmat fogsz nyerni. Ezért ne lankadjatok meg a kincsgyűjtésbe, testvérek. Lehetek bátor bizonságtevők, életmentők. És nem mondjátok, hogy még négy hónap is eljön az aratás, hanem már most itt van az aratás. Már most meg kell menteni az embereket. És ha lesz neked is beszéded, szólod az örömhírt, bizonságot teszel Jézusról, akkor legyőzöd a sátánt, és jutalmat nyersz az örök életre. Két dolgot is csinálsz. Egyrészt magadnak jutalmat gyűjtesz, másrészt a bajba jutottakat megmented. Ez egy fantasztikus dolog. És a legnagyobb öröm az lesz, hogy majd a mennybe találkozol azokkal, akik miattad lesznek ott, akikért te imádkoztál, akinek te bizonságot tettél, akit elhívtál a gyülekezetbe. Igazából ez az asszony, ez még meg se volt térve, nem volt újjászületve, és igazából öt férje volt, de a mostani nem az. Tehát nem mondhatjuk, hogy túl elkölcsös életet élt. De, de amikor megtudta, hogy Jézus az Isten fia, azt viszont mindenkinek elmondta. Úgy, hogy még meg se volt térve, még meg se, újjá se volt születve, még a Szent Szellem se volt benne. Most kézettem te már megtértél, te már újjá születtél, benned a Szent Szellem is ott van már, te még eredményesebb tudsz lenni, hogy csodat teszed magadat ennek az életmentésnek a ügyébe. És az Úr használni fog, és meg fog áldani. És más a vető, más az arató, és az Úr küld az aratás munkájába. És, és azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok, mert az aratni való sok, de a munkás kevés. És ne úgy imádkozzál, küldjül a maratást, be a munkásokat, csak nekem ne kelljen menni. Hanem én is vagyok, de küldjél még másokat is. Mert, mert, én is menni akarok, de egyedül kevés vagyok, segítőket is küldjél, Uram. És ebben a nagyszerű munkában legy, vegyünk együtt részt testvérek. Ne ijedjünk meg a háborúktól, a háborúk híreitől, a járványtól, a földrengésektől, semmitől se ijedjünk meg, hanem tudatosítsuk, hogy két világbirodalom ütközik egymással, és ennek a viharában élünk mi. Mi élünk a legnehezebb időszakban a földbolygó történetében, de a legnagyobb kincseket mi tudjuk learatni. És a legtöbb mennyei csodát mi fogjuk meglátni itt a földön. Én nem csak nézni szeretném, hanem részt venni benne, aktív résztvevőként. És ehhez szükséges a bátor hit, a bátor hitvallás, és az imádkozás, a gyülekezet szeretete, Jézusnak a szeretete, és itt a gyülekezetbe is nem arról ismerik föl, hogy mennyire kritizáljátok egymást, hanem mennyire szeretitek egymást, hogy az én tanítványaim vagytok.